Na, mit kaptunk? Na. A tanítvány felült a mesterhez. Ja. Ezt nem mondta, hogy jobbak vagyunk, csak az, hogy... Ja, de még így is fog morog minket ja. bármikor, úgyhogy... Kedves ember. Na, fejleszünk most már. Jó sok életre rakjunk inkább. Hát először mindig azt fejlesztem. Azt meg a toughness-t. Sok izény cuccunk van. Nem is kevés, se. Speed. És van még egy. Pitet akkor azt nyomjuk le. David Banner. David Banner! Úristenkém! Egyrészt el szeretném kerülni a Blazy movie-ját, másrészt viszont nem bánnám, ha egyszer bebélizinezne minket, ha még nyerünk, mert neki kurva jó Blazy movie-ja. Nekem az ővé a kedvencem. Az egész ember egy annyira egy brutális állat. Ja. Tipikusan az ember, akiről csinálsz egy ilyen bunyós játékot, hogy őt mindenképpen bele kell tenni. Na, kezdődik. Hossz, hogy kicsit meglicselt ott a karakter, azt láttad? Ja. Remegett, mint nem tudom micsoda. Vibrátor. Zselé. Ja. Hát kinek mi jut eszébe, hát, tudod? Hát igen. Ajaj. Ki tud el ennyire? De most a találat, de most kezd kinek a mozgása hirtelen. Megállt mindenki, mondom, mi a fasz. Vannak azok a karakterek, akik szeretik így megállítani egy pillanatra az akciót. Szép. Showmanségből. Most megszívott Banner! Kell, hogy ott nem egy ilyen kerti buli van, tudod, aztán ott lehetne ott valami extra mozgást csinálni. Most kapsz egy gyomrost! Új is van! Próbáld fel... Ó, a Haymakert akartam. Úgy is van Banner! Gyorsan kivégezted. Nem szarozok. Ja, hát főleg cracknél. Ez csúnya volt. Nézzük meg, hogy a Animal Instincts mennyire tudjuk megtanulni, mert ez egy kurva kis blazing move. Sok. Szerintem sok. Nem tudom, blazinget most. Inkább magunkra fejleszünk. Az a jó, hogy a PSP-s Dev Jam-ben az összes blazing move-val szem valami 200 vagy 250, szóval jelképes. Mm. Szóval nem kell gyengének lenned ahhoz, hogy legyen sok király blazing move-od. Azért megnézem, mennyibe kerül. Ilyet? Megnézd meg, lehet. Nézelődni lehet? Ja, az így jó. Kérdés, hogy hol van. Mennyi van már? Hát ott volt Animal Instincts. 1000. Nem, nem megeszem. Nem bírom ki. Jól elbasztunk egy nagy büdös lófaszra 1000 pontot. No. Szerintem is fájni fog, aki akar. De akkor legközelebb hadd én mondjak már Blazy Move-ot.
B.O. Itt is csupa olyanok, akiket már megbasztunk. Ja. Chop Shop. WC. Ti is voltatok már, hol menjünk el össze? Volangy még nem volt. Hol menjünk el össze? Heights. Most nyitottunk ki az. The Heights. Heights. Egy börtön tetején fogunk bunyózni. És valamiért ott a börtönnél ezt engedik. De B.O. is, az első között van, akiket nagyon durván elvertünk. Az első ellenfél. Nem, az első ellenfél az izé, Trick. Ő a második ellenfél. Ő a második. Aztán jön izé, Nine, és utána jött a izé, Omar Epps. Yeah. Aj! Agresszív! Erre a pályára veszítve nem is emlékszek. Ez nagyon hülyén jött ki. Nagy már abból agyonverjen. Abból nem eszik. Nagyon agresszív most. Nézze! Bionak is kell egy szelet, abból a verjük meg a Russell tortából. Ja. Hát most már ez a játék már 3 erjénél tart a szólt, már kezd nehezedni a dolog. Szerintem inkább csak 2/3, mint 3/4, de ja. A játék több mint felé már túl vagyunk, az biztos. Hát bőven, ez már az előző részben is. Felvételnél is már 5-3-nál voltunk. De mák volt. Akarok egy blazint, akarok egy blazint! Ott is van! Kelj föl, te mocsok! Fölkelt. Úgy is van! Áááááá! Ilyen keveset vettünk be neki, de fura. Ez fájhatott akkor ja. Erővel szöges drótba. Szóval ha bárhogy csűrjét csavarja, már akkor is ki fog kapni. Jó lenne. Lehet bármilyen reális esélyt, hogy innen visszahozza? Látok. Nem gyerről beszélünk, Miki. Én nem. Én nem. Na vissza is hoztuk azt, amit az Animal Instinct-re költöttünk. Hát, nem. De. De. No. Azt mondom, ez az jobban ment volna az a pont. Ezért a skill-ekre. Miért nem baszogat minket senki? Jól végezzük a dolgokat, miért baszogatnának minket? Új, ennek a kettőnek most nagyon alacsony health-je lesz, úgyhogy ezek most ilyen kék walkok lesznek, szén úgy érzem. Amennyiben nem kezd el geci lenni a játék. Szerintem Denji az hamar ki fog feküdni. Eltekintve, hogy mennyi HP-ja van. Tudom, hogy így osztották le. Karizma az miben segít? Ez csak abban, hogy mennyi pontot kapsz, nem? Annál gyorsabban töltődik fel a csíkod, és annál könnyebben kapsz blazint. Tök jó, hogy ezt a dumát nem csak Nine kapta meg, hanem Denji is. Lehet testvérek.
Lehet, hogy Denji az Nine beöltözve. Ja. Tudod, volt az a legenda, ami kerengett a Tekken 3-ba is, hogy a Tiger az igazából csak Eddie, amikor a diszkos szerkójába megy partizni. Szerintem nagyon sokszor megcáfolták. Hát a Tekken Tech Tournament-ben már megcáfolták, amikor volt közös endingjük. Ja. De egy jó elmélet volt. Én örültem volna, hogyha úgy lett volna. Már csak azért is, mert akkor nem lehetne mind a kettőt választani egyszerre. És azt hiszem a Tekken Tagban még nem is lehetett őket választani egyszerre. Nem tudom, de arra végezhetem el. Ezt már nem használod fel, azaz. Én viszont felhasználom. Viszont akkor a karizmára mi is építhetünk dollár pénzeket, hogy... Érted? Gyorsabban jön össze a Blazin, nem? Szét Donkey Kongolom az agyát. Miki, ez a gorilla fétisit az már egyre zavarom. Én azt mondom. Nem, csak az lenne Donkey Kongosabb, hogyha pénzszer banánba fizetnének ki minket. Nintendo-s banán. De lezuhan egy ilyen óriás banán. És tudod, ahelyett ilyen, lenne ilyen beszólásunk, így tapsolnák, mutatnák két thumbs up-ot a kamera felé, és aztán így a fejünk felemelnék a kezünket, de. Mint hogy a Donkey Kong örül a Donkey Kong Country-ba. Na, azzal a játékkal szeretnék játszani. Vagy azzal, amiben ez lehetséges, hogy a Donkey Kong Country-val. Az utóbbiban nem akadályoz meg senki, mert hazamegyek és azt csinálok, amit akarok. Többek között Donkey Kong Country-zhatok. Majd fejlesztünk karaktert is. Mármint úgy, hogy a Blazinget. Hogy hamarabb kapjuk karizmát? Meg karizmát, aha. Vegyünk Blinget? Sok szart, igen. Nem is. Ezt kéne először. Nézzünk el Jacobhoz, hogy mi szír szar van nála. Között hozzá faszfej? Azóta sincs szerinted izéje, hajó horgonya? Biztos, hogy nincs. Csak ez sok szar van. Akkora izé nem true, hogy meg lehet venni a különböző karakternek a, nek a láncát. És tudod, és miért nyúlnád le másét? Mondjuk egy ilyen nagy gem esett 40-ért. Melyik ad többet a karizmához? Hát a gyémánt. De azt tök mindent, hogy milyen formája van, nem? Azt nem tudom. Mert különböző árkategóriákban is vannak. Aha. Tehát, hogyha ha Sean Paulért mész rá, ott a legdrágább az 200 ezer. Az szép. A Dev Jam-es meg csak 40 volt. Felül mik voltak még? Ilyen izék voltak, hogy sárkány, fog, ilyen olcsó szarok. Nem sárkány, az csak cápa. Hogy az, na. De tudod, hogy mire gondoltam? Nem. Lehet ilyet, ami a 16 éves gót kis csajokon szokott lenni. Gyémántból. Ez annyira nem túl ez a izé. Még a bilincsek azok jó. Zöpik. Én a izé, a rendőr karakterek, hogyha beépülnének. Ja. Azokon képzelni, de 13 ezer, mondom nem ad sokat. Szerintem vegyük meg a Dev Jam-eset. Kis önreklámozás. És 10-szer annyiba került, mint a dög cédulás, hogy biztos sokat fog segíteni azért. Vegyünk gyűrűket. Ja, az mindig jó olyan. Izénél csak azért szarok a... karizmám a Mr. T-nél, mert ugye neki nem tudtam csak aranyból vásárolni cuccot, hát mert az illik hozzá. Úgy beszél az ember, mint én atombelene tépelem.
Figyelj, amennyi pénzt keres, ezzel simán van pénze betépni. Ez soha senki nem fog látni a kabátunktól, de biztos segít. Izé, fülvaló. Legyen az is. Persze. Erre nincs pénzünk, erre sincs. Az csak egy fülbe való, érted? Ja. Szerintem egy ilyen hármas is elég nekünk 25-ért. Elég nagy. Nagyon buzis. Inkább nem vegyük meg. Ultra gay. Szerintem ezt hagyjuk. Észen sokat dobott rajtunk. Igen. Karizmát amúgy még egy valami befolyásolja, ami nekünk nem jó. Főleg így, hála Fat Joe-nak, a győzelemvesztés arány. Ja. Hányszor kaphattunk már ki? 10-szer? 15-ször? 40-50. Annyiszor nem? Na jó nem, de sokszor. Sokszor sem. Többet, többször, mint amennyiszer. Kéne. Igen. Hogy ki lesz ahhoz, kíváncsi vagyok rá. Kapjuk elég rendesen most a csíkot, bazdmeg. Ja, hát ennyit számít. És mindig nyomtam a blingeket, mert muszáj. Sokat dolgok alaptanám. Össze is jött. Úgy is van. De ez ilyen nem csak ezt az egy mozgás fogod majd spamálni. Ez egyetlenben van ilyen gorillás. Én azt értem, mellizomverés. Csak nem mindig ez legyen, érted? De ez annyira jó. De majd de lesz más mindig, is. De nem mindig ez legyen, tényleg. Lehet a földön is használni a fegyvereket. A földön az ellenfél. Tudom. És ugyanúgy káosz is. Na, merre vittük itt az előnyt. Ne. Hány menet magasra játszódik ez a pálya? Nem tudom, de jó magas lehet. Na baszni az ellenfelet, ugye semmiről. Itt sajnos nincs erre lehetőség. Na, és egyik pályán se lehet ezt. De. Ja, de azért a... Az irodában. Jó. Az rohadt epikul is néz ki, amikor végre sikerül. Olyan erős ott az üveg. Igen. Hát azért, mert olyan kura magasan van, és teljesen ki mindenki a fasz. Csak itt azt akarod, akinek nagyon akarod, hogy kiessen. Háromszor oda kell ütlegelni az emberkét ahhoz, hogy áttörjön az üveg. Majd megtanulom a izének, a mennynek is a cuccát. Jó, rájár, nem fontos, hogy az győzik le a boss-t. Az 500-al többe kerül, mint a... izé... Animal Instincts. Ja, jobban is néz ki. Nem. Ja. Nem. Sőt, nagyon többet is sem ez. Pattogtatja az embert, mint egy labdát. Visszapattan a földről. Ez indiai akciófilm kategória. Prodigy. Ennél epikebbet nem tudsz elképzelni. Prodigy. Mármint ennél szarabb, azt hiszem, mint tőle. Milyen van izé a fején? Suicidal Tendencies-es bandana? Már az az? Lehet, szereti. Lehet. Kapta ajándékba. Pró egy jó rapper amúgy. Russell nézve a messzi távolba és azon gondolkodik, hogy minisztengerés sapkába ér. Igen.
hajóhorgony tetkó ebben a játékban. Ez városban nincs ilyen. Igen, azt mondod? Azt mondod? Aha. Azt mondja. First of all, már buktunk pénzt. És egyre kevesebb túlborágottól belőle venni, hogy... Ja. Szarok rá. Az előny így is a miénk. Még. Új, lézi. Csak hogy örülj! Most valami mást fogok használni. Örülök. Ne, de miért? Mást használ. A felfelét nyomtam most. Mást használ. A felfelére nem ez van ez a bal oldalra van beállítva. Esküszöm fölfelé nyomtam. Én esküszöm nem azt akartad. De viccen kívül. Mindegy, Miki, megszopjuk. De nem, ez most komolyan nem megvetted, direkt volt. Megvetted, neki, nem veszik el a örömödet. Nyírt ki ezt a reppert. Lászel annyira epik, hogy már véletlenül is olyan epik, mint Donkey Kong. Véletlen, nem is szándékosan. Direkt megpróbál nem olyan epik lenni, mint Donkey Kong, és mégis sikerül neki. Nem baj, lejárt neki a szomatossága. Minőségét megőrzi. Ja. 10 percig se. Miki, ne add már a meccset. Könnyen felrúg, az fura. Van neki 32 ezer pont, neked meg 100. Na kiegyenlített küzdelem biztos. Ja. Hát figyelj, a nézd az életerőt azért, ja. Nem sokkal vezetsz. Szép. No, a fasz nem. Ha. És a izé sarkát belevágja a seggedbe, mert a vágynát. Miért neked ezért bazd meg, Miki? Hát... Istenem. És innét visszahozza, beszarok. Jó, hülye volt. Ezt már szívtad? Prodigy. Nem kapsz el soha, Prodigy. Soha nem kapsz soha. A Prodigynek nincs egy száma benne a játékban, nem olyan emlékszem. Nem emlékszem, hogy lenne bármi. Nézd meg, bazdnek, kikerüli. Végre. Megszándékozol dögleni a kurva életbe? Nem is értettem, hogy így elkezd ütni téged és így nézett, hogy így de jó, üt engem de is mindjárt megöl. De stunnol, amikor üt. És akkor de nem tudom. De tűzítekezni, hidd el. Soft touch. Kinyitottuk Prodigy-t, tök jó. Biztos nagyon puhán fogtuk meg, azért vérzik a pofája jobbra-balra. Azért volt tiszta vér a pálya, tudod. Soft touch. Most csak 3 liter vér van a földön, nem 8. Amúgy ilyen 20-nak kéne lennie, vagy nem tudom. Ja, mint a ragyogásban, akkor ömlenek az ajtóból a vér. Olyannak kéne lennie, akkor nem elégedett a játék. Na fejleszünk azt... Azt ennyi? Azt ennyi mára? Ja, lassan ennyi mára. Back for more, huh?
Egy bűnös se csináljunk már? Mit? Egy bűnös se csináljunk már? Ne. Jó így. Na nézzem azért, hogy belefér a izé. Menének a cucca. Ne, ne költsük arra. Hogy legvégén lesz. Tudod a nevét? Igen. És meg is mondod? Most írtál, nem tudom, de majd, hogyha látom, szólok. School fracture. Nincs elég cucc. Azért mondom, hogy most leálljál most. Legközelebbi meccs után megtanulom. Nem kell, nem kell, így is fog vettünk már egyet. Fejleszik a karaktert. A pálya... Ez is fejleszik a végén jót fog tenni. Már csak a chop-shop van hátra. Chop-chop! Na jó van. Menjünk le akkor megint a liften. Bizony. Ilyen kéni van. Mennyi ízét kinyitottunk már trófát? Miket nyitottunk eddig? Ja, izé... Elfoglaltuk a Red Room-ot, megcsináltuk a tutoriált, story trófeák, 50 győzelem, 3 győzelem egymás után, a Subway meccsja, akkor megcsináltuk a Free For All bajnokságot, nyertünk 10 000-et egy meccsben, Speed King, Perfect Health, ja, hogy nem nyitottunk ki párat még. 100 kombó, 50 blazing. Ez milyen kurva jól néz ki. Kéne ja. egy ilyen a polcomra. Kéne az összes a polcomra. Hibrid izé, stílus. Megtanultok az első speciális move-ot. Kell megmúl. Na és itt mi van még? Hát itt szinte minden új, nem? Na. 50 KO. 50 KO, nincs penalti, 1 perc alatti KO. És 75% fölötti karizmánk van. Király. Szerintem már mindent megszerezni nem fogunk, de azért elég sok minden már megvan. Igen. És ez jó dolog. Minden jó dolog. Minden szuper jó.